pillanatban fogunk megismerkedni, ahol a jobb kéz kötött helyen van a billentyűzeten, tehát letesszük egy helyre, és a darab végéig ott marad, viszont a bal kezünk vándorolni fog közben. Nagyon izgalmas lesz. Nézzük. Állítsd be a metronómodat 96-osra, ez fürgének fog először hatni, de ezek lesznek a titik. Annyira nem kell megijedni tőle, ezért a szegény legény vagyok én jobb kezét, jobb kézzel el is kopoghatjuk mindjárt, jó? Tehát ha nézed a kottádat, felső sort kopogjuk, jó? Rajta. Ti, 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 tá, ti, 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 tá, ti, ti, tá, ti, ti, tá, tá, ti, 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 tá, tá. Most, hogy álmunkból felkeltve is tudjuk már a jobb kéznek a ritmusát kopogni, kopogjuk el a bal kéz ritmusát is. Ebben lesznek érdekességek, ugyanis van benn tá-á értékű hang is, ez a lyukas fejű kottánk, amit látunk a kottába, ez 4 koppanásnyit ér. De próbáljuk meg, jó? Elindítom a metronómot, és játsszuk el erre a bal kéz ritmusát is, jó? Tehát 1, 2, rajta. Tá, 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 ti, ti, tá, 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 ti, ti, tá, 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 tá. Jó, tehát nagyon figyeljünk, hogy a lyukas érték, a lyukas fejű kotta 4 ütésnyit ér. Gyakoroljuk ezt is. Nézzük meg, hogyan fog ez zongorán kinézni, ahogy a dallamot játszunk. Megkeressük a kezdő hangot jobb kézen, és gyakoroljuk a jobb kezet. Kezdjük el gyakorolni a szegény legény vagyoként. Először jobb kézzel a tempót, vegyük le 72-esre. Jó, ez egy jó, kényelmes tanuló tempó. Ezek lesznek a titik, hogy ti, 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 ti. 1, 2, rajta. Figyelünk, a ketyegéssel együtt játsszuk. Ti, ti, tá. Ti, ti, tá. Ti, ti, tá. Tá, ne siessünk el. Maradjunk végig tempóban a metronómmal együtt. Gyakorlás közben figyeljünk, hogy a kezünket nem lóvatjuk le a pad alá, nem támaszkodunk tenyérrel lent, megemeljük, szép almát, mintha egy almát vagy kislabdát fognánk a kezünkbe, ezzel lefelé a padló felé nézünk, ilyen szép gömbölyű ujjakkal minden billentyűre jut egy ujjunk. Játék közben nem vándorolunk, minden jobb kéz esetén minden ujj a helyén marad. Még egyszer nézzük meg, hangokat pedig lent tartjuk, nem böködjük a hangokat, hanem lent tartva mindig átlépünk minden hangra. Tehát kezdjük a darabot. 1, 2, rajta. Játsszuk el minél többször, egész addig, amíg magabiztosan, folyékonyan nem megy. Most pedig nézzük meg a bal kezet. Ez már nem lesz olyan egyszerű, ugyanis nem maradunk meg a kiindulási helyünkön. Ugye ez is egy narancssárgával, egy fekete pöttyös narancssárgával indul kis ujjal, ha megnézzük az alsó soron, basszus kulcsban. De lesznek változások. Például a második ütemnél, amikor elérünk a második ütem végén az egyes ujjra, akkor van egy ilyen íves nyíl a hangok fölött, ez azt jelenti, hogy át kell lépnem a következő hangra kettes ujjammal. Tehát mikor elértem ritmusban odáig, hogy tá, 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 ti, ti,
és átlépem a következőt. Majd egy hosszú nyíl azt mutatja, hogy a kis ujjal le kell egy oktávat érnem, az lenti zöld hangra, F hangra, ezzel folytatom. És mivel ezek lyukaskodták, ezek 4 ketyegésig maradnak itt, 4 metrum számig. Mutatom is metronom mellett, hogy fog ez kinézni. Jó, nézzük egyelőre az első sort. 1, 2, raj, ta, 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 ti, ti, átlépem, ta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, és amikor tovább megyek, utána 4-es ujjam a citromsárgára H hangra kerül, tehát itt is nagyot kell lépnem, ezt is mutatja egy nyíl, jó? Tehát még egyszer eljátszom, és utána folytatom, jó? Narancsról indulunk. Taj, ta, 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 ti, átlépek, ta, nagy, két, nagyot lépek, 1, 2, 3, megint nagyot lépek a citromra, 1, 2, 3, és egy újabb oktáv lépés következik az alsó kékre, és 2-es ujjon befejezem, há, és, na még egyszer nézzük ezt gyakorlásképpen, figyeljünk, hogy mozog a kéz, figyelünk a metronómra is, és arra, hogy gömbölyűek maradunk, és végig lent tartjuk a hangokat, nem böködjük, hanem átlépünk minden egyes hangra. Hallgassuk. 1, 2, raj, ta. Átlépem. 2, 3, 4, oktáv. Megint nagyot lépek, 4-es ujjal. 1, 2, oktáv lépés, és 2-es ujjal befejezem. Ezt is gyakoroljuk jó sokat, egész addig, amíg magabiztossá nem válik a játékunk. Gyakorlásunk harmadik részében a két kezet megpróbáljuk összerakni, de nem egyszerre, hanem ezeket is részekre bontjuk, jó? Tehát az első két ütemmel, illetve a harmadik ütem első hangjáig megpróbálunk két kezzel eljutni, ugye a jobb kéz az azt fogja játszani, hogy raj, ta, és itt megállunk, a bal kéz pedig ezt játsza, közben ezt is eljátsszuk, hogy és átlépve megállunk ezen a hangon, jó? Most akkor megpróbáljuk két kézzel, jó? Mindegyik a narancsról fog indulni, jó? 1, 2, raj, ta. És befejezzük itt az átlépésnél, jó? Eddig még egyszer gyakoroljuk ezt a részt, hogy menjen folyamatosan. 1, 2, figyelünk a metronomra, raj, ta, oké, a második résznél ugye, amikor ide megérkezünk, akkor lesz egy nagy oktávugrásunk, erre is oda kell figyelnünk. Jó, nézzük csak a második két ütemet, jó? Az első 4 hangot ugye tartjuk, a második ütemre pedig lelépünk. Így fog szólni, hogy rajta, jó, még egyszer, rajta, megy, akkor mehet előről idáig, jó? Fősétálunk, majd oktávot lépünk egy átlépés után. Nézzük, csak narancsokról indulunk. 1, 2, raj, ta. Oktávugrás. Jó? Ezt gyakoroljuk sokat-sokat, figyelve a metronomra, jó? Ha már nagyon megy, akkor rátérhetünk a második sorra is.
rakjuk össze a második sort, lesz benne egy párhuzamos játék, és figyeljük meg, jó? Négyes ujja citromon, négyes ujja barnán, jó? Rajta. Párhuzamos játék. Jön majd egy oktávugrás. Még egyszer csináljuk meg. Citrom a négyes ujj, barna a négyes ujj, rajta, párhuzamos játék, oktávugrás bal kézzel, kettes ujj befejezi, jó? Na még egyszer, hogy magabiztosak legyünk. Négyes ujj, rajta, ezt a részt is gyakoroljuk sokat-sokat, amíg precízen nem megy az összes részletével, és utána megpróbáljuk összerakni az egész darabot egybe, első-második sorral együtt. Rakjuk össze a két kezet, a két sort, elejétől a végéig. Figyeljünk arra, hogy az első és a második sor között, az első sort befejezzük ugye bal kézzel itt, a második sor viszont négyes ujjal itt kezdődik, itt majd nagyot kell lépnünk, és utána tovább újra az egyesre. Jó? Tehát ez lesz az első két hangja a második sor bal kezének. Figyeljünk a sorváltásnál. Oké? Okay? Mehet együtt, narancssárgákról indulunk. Rajta. Ez lesz a mai leckénk, ezt gyakorold otthon. A videót csak addig használd, amíg a részleteket elkezded gyakorolni, majd miután megy, rakd félre, és a kottát rakd magad elé. A metronóm menjen végig, próbálj meg metronómmal haladni, tehát ne a videóról tanuld végig a darabot, hanem lehetőség szerint inkább kottából. Ha sikerült kigyakorolnod, ha sikerült összejátszanod, kérlek, küldj egy felvételt róla nekem. Szia! Thank you.